És most Fischer Ivánnal folytatjuk a Budapesti Fesztivál Zenekar zeneigazgatójával egy Skype kapcsolaton keresztül. Jó estét kívánok! És köszönöm, hogy itt van velünk. Ugye megtörtént az a Kakaó koncert, amire invitálta az Öcsényi falugyűlésen résztvevőket, mind az öcsényieket, mind a menekülteket. Milyen volt ez a koncert, milyen élmény volt önnek és azoknak, akik ott voltak? A gyerekeknek mindenképpen nagyon jó élmény volt, nagyon sokan voltak, zsúfolt terem volt, és két család jött az afgán menekültek közül. Ezzel a két családdal tudod beszélni, hogy ők hogy kerültek Magyarországra, hogy érzik magukat egyáltalán, ez az öcsényi történet, ezt ők hogy élték meg? Erről nem kérdeztem őket, beszélgettem velük, de elsősorban arról beszélgettem velük, hogy hogy tetszett nekik a koncert, hogy például akarnak-e a gyerekek hangszert tanulni, hogy ebben mi hogy tudunk segíteni. Igazán ez volt a lényeg. Öcsényiek nem voltak ott a faluból, nem tudott elmenni senki? Mi hívtuk őket is, mert az volt a gondolatom lényege, hogy én nagyon sajnálkozva figyeltem azt a feszültséget, ami ott volt, és hogy együtt üljenek, lehallgassanak együtt zenét, és szerintem az annyira emberi, ember közelbe hozza őket, hogy talán meg is szeretik egymást. Na most nem jöttek el, mi azt hallottuk, hogy nem tudnak most eljönni a mezőgazdasági munkák miatt, meg így nehéz megszervezni. Én azt gondolom, hogy ez biztos tényleg így volt, tehát nem hiszem, hogy bármi mögöttes szándék volt abban, hogy nem tudtak eljönni. Csalódott volt emiatt egy kicsit, hogy ahogy fogalmazott, ez a csoda nem születhetett most így meg? Nem voltam csalódott, mert szerintem megszületett a csoda, hiszen ott ültek az afgán családok egy magyar közönség közepette. Amikor én elmondtam a közönségnek, hogy na, szeretettel üdvözöljük a menekült családokat itt, akkor hatalmas taps volt, és kézzel fogható volt az a szeretet, ahogy a közönség körülveszi ezeket a családokat. És hogy lehetne ezt valahogy országosan is megvalósítani? Azt ugye tudjuk, hogy a gyerekek sokkal befogadóbbak, meg elfogadóbbak, mint a szülők. Hogy lehetne ez egy kicsit kevésbé gyűlölködő ország? Mit gondol? Hát először arra szeretnék felelni, hogy a szülők is tapsoltak, nem csak a gyerekek. Szerintem a szülőkben is nagyon sok jóság és emberség van. És én azt gondolom, hogy az egész országban is. Tehát mindenképpen az az út, hogy kevesebbet kell félni, meg kell ismerni egymást, meg kell látni az embert egymásban, és akkor vége lesz ennek a gyűlölködő, félelemmel teli hangulatnak, és az emberek szeretettel fordulnak egymás felé. Ez annyira jól hangzik, és olyan könnyűnek hangzik így elmondva, de itt élve ezeken a határokon belül sokkal nehezebb, nem? Nem hiszem. Én azt hiszem, hogy azért van annyi rossz érzést, mert félnek az emberek. Általában, hogyha találkozom valakivel, akiből valamiféle harag, agresszió, gyűlölet árad, mindig az az első gondolatom, hogy mitől fél. Magyarországgal kapcsolatban ugyanennyire megértőek, mondjuk ahol az elmúlt hetekben koncertezett Stuttgarttól Amsterdamon keresztül Párizson át az emberek? Tehát, hogy annyira a lelki állapotunkat próbálják megérteni, ahogy ön, vagy azért rosszabb a hírünk? Én például évtizedek óta azon dolgozom, hogy Magyarországnak jó híre legyen. Összes koncertünkön ezt képviselem, és az a tapasztalatom, hogy ez a jó hír megvan. Most az utóbbi időben nagyon sokat romlott, mert azt gondolják, hogy ez nem fair, hogy Magyarország ennyire nehezen fogad el menekülteket, holott rengeteg magyar menekültet fogadtak be számos országba néhány évtizeddel ezelőtt. De azt hiszem, hogy ez egy átmeneti állapot, meg fog javulni, és mivel én nagyon erősen hiszek abba,
hogy a magyar emberekben ugyanúgy, mint más népek embereiben nagyon sok jóság, vendégszeretet van, vissza fog ez jönni, és vége lesz ennek az időszaknak, amilyen félelemmel és gyűlölettel teli. Ön sose félt például most ebben az ügyben, amikor abszolút exponálta magát, ez egy kőkeményen politikai kérdés, a menekült kérdés Magyarországon, félthette saját magát, félthette magát a kommentektől, meg félthette a zenekarát is. Én azt hiszem, hogy ez nem magyar kérdés. Az egész világon, Európában, sőt Amerikában is most egy nagyon éles kérdés az, hogy befogadunk-e menekülteket, nyitott-e a világunk arra, hogy más embereket is megismerjünk, hogy együtt éljünk velük. Egy bolygó van, azt gondolom, és a bolygón meg kell osztani a gazdagságunkat, a jólétünket a szegény országokkal is, és ennek az egyik kis lépése az, hogy a menekültek felé szeretettel kell fordulni. Ez ugyanolyan éles kérdés Magyarországon, mint Amerikában, Hollandiában, vagy bármelyik más országban. És azt hiszem, hogy most egy nehéz időszak van az embereknek, meg kell tanulni az integrálást. Az integrálás egy nagyon nehéz, lassú folyamat, például a zene sokat tehet, mert ugye a zenében nincsenek nyelvi határok, azonnal megérzik az emberek a zene szépségét, és ezért nekünk minden nap fontos teendünk, hogy ezért tegyünk valamit. Mindez akkor is igaz, hogyha mondjuk magunk elé képzelünk valakit, aki közmunkásként pár 10 000 forintból él, és tényleg elhiszi, hogy az a menekült, aki idejön, az elveszi az ő munkáját, miatta neki többet kell adózni, tehát abszolút egzisztenciális kérdésekkel lehet őt csakban tartani? Ez nem az én szakmám, de amit hallok erről, hogy nem veszi el a munkáját. És hogyha ezt hirdeti a kormány propaganda? Hát ez lehet, hogy átmeneti félelmekkel jár, de azt hiszem sokkal mélyebb a probléma. Egyszerűen meg kell tanulni lassan, meg kell tanulni más emberekkel együtt élni. Mondom, hogy ez nem magyar probléma, hanem világméretű probléma ma. És hát én annyira szép párhuzamnak érzem azt, amit az önök koncertjéről egy holland kritikában olvastam, hogy a fesztiválzenekar képes arra, hogy Bachot játszon egy koncerten belül autentikus hangszereken, utána egy népszerű Mozart zongora versenyt, utána meg egy romantikus orosz szimfóniát, és mindezt egy koncerten belül. Valami ilyesmi sokszínűségről beszél, ha jól értem. Igen, hát mi nem azért zenélünk, mert szeretnénk egymással versengeni és jobbak lenni, mint a másik zenész, hanem azért zenélünk, mert ezzel az embereknek segíteni akarunk, szolgálni akarjuk az embereket, mert a zene az egy csodálatos lehetőség arra, hogy közelebb hozza az embereket, konfliktusokat enyhítsen és megoldásokat kínáljon. És mi pedig köszönjük mindezt, meg azt, hogy jó hírünket viszik a világban, meg ezt a beszélgetést is. Köszönöm szépen, további jó estét! Köszönöm, viszontlátásra!